Az elektromosság a hétköznapokban is a számológépeket magával hozza. És nagyjából a 60-as, 70-es évekig gondolták azt, hogy az agy az tisztán elektronikus áramkörökre is visszavezethető, tehát hogy a gondolkodásnak lesz egy olyan modellje talán, amelyik az elektromos áramkörökkel van nagyon közeli rokonságban. És tessenek figyelni, arról még nem mondtam egy szót se, bölcseleti vagy filozófiai szempontból, ahogy tetszik, hogy a gondolat és az anyag vajon egy szinten van-e egyáltalán a világban. Dr. Hetesi Zsolt előadó ismertette és tisztázta a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tévhiteket és a fogalomból adódó problémákat. Hát először is az, hogy ez nyilván ugyanúgy egy szakifejezés, mint nagyon sok minden más, mint mit tudom én, a kvantumelmélet vagy ilyesmi, tehát hogy itt azért az emberek találkoznak, szembesülnek fogalmakkal, amelyekről nincs pontos képük, ezt is próbáltam itt nagyjából tisztázni, hogy mit jelent, meg mit nem jelent, tehát hogy nincsenek öntudatra ébredt gépek a világban, és lehet, hogy soha nem is lesznek, de olyan gépek vannak, amelyek az intelligencia bizonyos jeleit meglepően jól tudják alkalmazni az orvostudományban, képfeldolgozásban, jelfeldolgozásban és így tovább. Most az egyetemen van egy bevezetés a mesterséges intelligenciában nevű tantárgy, és én annak a leglényegesebb és legközérthetőbb gondolatait próbáltam itt elmondani. A Google mögött már olyan algoritmusok vannak, amelyek a kereséseinket, nekünk ajánlott reklámokat és így tovább optimalizálják, ugyanez igaz a Facebookra, az Amazonra, de úgy közvetlenül, mint ahogy a filmekben, hogy valakivel szembe jön egy emberszabású android robot, olyannal nyilván nem lehet még találkozni, de ugyanakkor mindenki számára elérhető ez a beszélgető alkalmazás, ez a ChatGPT, vagy vannak más olyan alkalmazások, amelyek képeket manipulálnak, mint arra mutattam is példát, ezek is nagyon népszerűek. Na de hát ennek azért a tudományos alkalmazásokhoz képest azért úgy nincs sok olyan alapja, mint ami a világot megrengetné, ha szabad így fogalmaznom. Ezek szórakozásnak jók. Amit viszont a tudományban lehet elérni, ezek általában olyan algoritmusok, amelyek segítenek nagyméretű adatok feldolgozásában, esetleg általunk észre nem vett jelek feldolgozásában, új jelenségek kimutatásában, mondjuk egy nagyon hosszú vagy nagyon nagy adatsorban, és így tovább. Tehát jelen pillanatban erre használják. De nem ez a legfontosabb területen, mondom, sajnos a reklámok. Nyilván igazából itt inkább az a probléma, hogy egyrészt elmosódik a valós és a virtuális közötti határvonal, továbbá ma már minden további nélkül lehet olyan fényképeket manipulálni, amelyeket az ember nem szeretne magáról látni, és általában is ennek a jogi és etikai szabályozása mindig az események mögött fog kullogni, mint ahogy eddig is ott kullogott. És a másik, hogy ugye nyilván már a mobiltelefon használata, az állandóan elérhető internet is megváltoztatta az életet, ez pedig egyelőre szinte be se tudjuk képzelni, hogy mennyire fogja megváltoztatni. Én se becslésekre sem vagyok hajlandó, mert nem tudom megmondani. Az előadás végén itt is levonható az a konklúzió, ami oly sok más ember alkotta találmányra is igaz, körültekintően szabályozva és óvatosan bánjunk vele.